A rajzfilmekben, legalábbis a magyar szinkron hagyományok szerint megengedett, hogy az ember ne a saját hangján beszéljen, hanem kicsit torzítson azon, vagy változtasson. Ez sokszor a rendezői koncepció kérdése is, hogy a rendező mit szeretne. Nyilván egy kicsit a nézők is megszokták, hogy nem természetes hangjukon beszélnek a színészek a rajzfilmekben, főleg a gyerek rajzfilmekben. Ezzel most lehet vitatkozni, hogy ez jó vagy nem jó. Csináltam ilyet is, olyat is. Én magam rendeztem úgy, hogy kértem a színészeket, hogy most rendes hangjukon beszéljenek. Volt, amikor örültem annak, hogy elváltoztatták. Sokszor a stílus is, a rajzfilm stílusa vagy jellege is meghatározza ezt a fajta dolgot. A Dragon Ball esetében ugye az eredetiben is egy ilyen elég rekett mély hangon beszél ez a kezdetben gonosznak mutatkozó szívtelen figura. Ami számomra nagyon érdekes volt, hogy én akkor egy makacs hangszálgyulladással küzdködtem. A végén voltam már, tehát már már azt hiszem gyógyszert sem szedtem meg semmit, de az orvos kifejezetten kérte, hogy kíméljem a hangomat. És minden nap nagyon erős ilyen gyulladásos utótünetek voltak, magyarul váladékozott a torkom. És amikor elkezdtük ezt a sorozatot, talán még arra is emlékszem, hogy ősz volt, és kitaláltam ezt a nem túl torok kímélő hangot hozzá, akkor be voltam pánikolva, hogy vajon hogy fogja bírni a torkom. Ja igen, a lényeget nem mondtam. Tehát amikor belecsöppentem a sorozatba, akkor ez nem lehetett tudni, hogy ez egy nagy szerep lesz. Vagy a rendező sem tudta, vagy a szinkron stáb sem tudta, de engem nem tájékoztattak. Szerintem ők sem tudták pontosan. A lényeg az, hogy én azt hittem, hogy ez egy egyszeri munka, vagy mondjuk még egyszer kijövök, esetleg még egy kicsit gonoszkodom, aztán eltűnik a sorozatból. Ha nekem valaki azt mondja, hogy ezután a következő 10 évemet végig kíséri, vagy x évemet végig kíséri, és heti fix meló lesz több órán keresztül, akkor biztos, hogy nem ezt a hangot választom hozzá, mert nagyon megterhelő volt. De hogy miért nem, ezt ennek az orvosi hátterét nem tudom, az biztos, és erre nagyon határozottan emlékszem, hogy már a kezdetén 3-4 alkalom után eltüntette ezt a bizonyos hangszárgyulladást. Tehát valószínűleg olyan erővel kellett, hogy képeztem a hangot, hogy én így képzelem, hogy így kitisztult a hangszál, mert nem volt más választása, tehát ilyen értelemben hálás vagyok neki, hogy ezt a hangot választottam. Akkor ment el a hangom, amikor nagy küzdelmek voltak. Tehát amikor csak beszélni kellett, meg amikor ugye a Son Gokuval voltam főleg. Egyébként, ha valakire emlékszem kollégára, az a Lipai Laci, ugye, aki a Son Gokunak volt a hangja, vele voltam a legtöbbet együtt. És amikor ilyen nettó küzdelmek voltak, tehát vívtak a levegőben, és hörögtek, és üvöltöttek, és hosszan, ahogy ezeknél az animéknél megszokott, hogy akár 10-20 másodpercig is jajgatnak egy-egy bekapott találat után, hát az volt az igazán megterelő, ezek a kitartott hangok és hörgések. Milyen hosszú ideig csináltátok? Milyen gyakran kellett kimenni? Hát ha jól emlékszem, hetente mentem ki, ugye szövegmennyiségtől függően jó pár órát ott töltöttem, arra emlékszem, hogy azért egy-két óránál mindig többet. Tekercs számokra jobban emlékszem, abból talán be lehet becsülni az időt, azért rendre így 100 tekercs fölött volt. Tehát 3-4 órát bent voltam a műteremben általában. Igen. És mi a véleményed a szereplőről, illetve a nála végbement változásokról? Hát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nyomon követtem teljesen a sztorit, de arra emlékszem, hogy ugye a kezdeti folyamatos gonosz és a Son Goku életére törő karakter egy idő után jóságot mutatott magáról. Ha jól emlékszem, a Son Goku fiával utána mint egy ilyen nevelő-apai kapcsolatra lépett, és kimutatta, hogy tulajdonképpen ő egy bonyolultabb karakter annál, hogy sem mindig a világot el akarja pusztítani. Hát a végén, ha jól emlékszem, az utolsó epizódokban már kifejezetten a jó oldalon szerepel. Igen. És védi a világot. Úgyhogy hát az olyan értelemben jobb volt, hogy ezzel a hörgős, rekesztős hanggal, amit kitaláltam hozzá, szerintem izgalmasabb volt a karakter, amikor már jó volt. Mert ez egy ellentét, egy ellentpont. Hogyha jön valaki és azt mondja, hogy én most megmentem a világot, és mindezt úgy mondja, mint valami horror filmszörny, akkor ez egy izgalmasabb dolog szerintem, mint hogyha azt mondja, hogy elpusztítom a világot. Szóval úgyhogy azt jobb volt csinálni, amennyire visszaemlékszem. Szerintem most nagyon jó hangot találtál hozzá. Teljesen a véletlen szülte.
az biztos, hogy az eredetihez képest túlzó volt. Tehát az eredeti nem volt ennyire rekesztős, mint amit én csináltam belőle. Mi a véleményed az abban felépített világról? Például tudnak repülni a szereplők, meghalnak, feltámadnak? Hát az vicces volt, hogy ugye nem tudtuk soha, hogy most akkor így kiestünk a sorozatból, vagy nem. Tehát ez rengeteg humorforrás volt, hogy na akkor meghaltam, és akkor a rendező mondta, hogy ebben még ne legyél olyan biztos, mert hogy még jövő héten jöhetsz attól. Szóval igen, számomra ez volt a furcsa, hogy nem lehetett tudni, hogy most akkor végeztem, vagy nem ezzel a sorozattal. Ez az egyik. Hát a másik az pedig, hogy azt elfogadom, hogy ennek a teremtett világnak egy része, ez egy fikciós történet. Most hát ennyi erővel a magyar népesség is rengeteg olyan dolgot tartalmaznak, ami tudjuk jól, hogy a valóságban nincs, és mégis szép, és jó, és öröm benne dolgozni. Nyilván azért bennem az megfogalmazódott, hogy ha mint műalkotást tekintjük ezeket a animéket, akkor talán kicsit elvesz a dolgok tétjéből, hogy olyan sokszor sikerül egy-egy szereplőnek meghalni és újra feltámadni, tehát egy kicsit súlytalanná teszi ezt az egész ügyet, ez az állandó jövésmenés a holtak meg az élők között, de nyilván ez is abból fakad, hogy egy más kultúrában ez egy sokkal elfogadottabb dolog, mint nálunk. Úgyhogy ha belegondolsz a magyar mesékben, vagy az európai mesékben, ha van is feltámadás, azért az általában egyszeres. Tehát igen, egy halál és aztán egy feltámadás. A keleti vallások és mitológiák máshogy működnek. Elég csak a reinkarnációra gondolni, és akkor már is lehet, hogy megvan a magyarázat. Úgyhogy nem, engem nem zavart. A mindenható és a sátán korábban egy személy igen volt, később különváltak, majd újra egyesültek erről. Igen. Mi a véleményed? Hát elfogadtam. Kezdetben ugye az volt a furcsa ebben, hogy a mindenhatónak a földre lejövő megtestesülése, fogalmazzunk így, vagy egyik énje, az kifejezetten gonosz és el akarja pusztítani a világot. De hát végül is ezt a keresztény kultúrkörből is ismerjük, hogy az Isten el akarja pusztítani a világot, és ugye bizonyos felfogások szerint a Lucifer, illetve a gonosz, a sátán is valamilyen szinten a teremtés része, ami mindig arra törekszik, hogy elpusztítsa a földet és vele együtt az embereket, tehát nem volt ez sem annyira idegen számomra. És azon volt furcsa, hogy a szereplők felnőnek, megöregednek, ez sem volt megszokott rajzfilmekben. Mondom, mivel nem ismertem azért korábban hasonló animéket, ezért nekem nem. Tehát az biztos, hogy az úgy lejött, hogy ez egy nagyobb vállalkozás, mint egy egyszerű csihipuhi. Tehát a filozófikussága az érződött a végig az egész sorozaton, hogy ez megpróbál valamit így sugalni a gyerekeknek azon kívül, hogy most itt ölik egymást, megverik egymást, és győznie kell az egyiknek. Amennyire nekem lejött, valószínűleg inkább a későbbi epizódokra, vagy sorozatokra emlékszem, vagy évadokra emlékszem, hogy sok-sok ilyen tanító rész volt benne, ami általános bölcsességeket, vagy életfelfogásokat taglalt. Akkor újdonságként hatott az abban ábrázolt erőszak, illetve hogy filmszerű dramaturgiai elemek voltak benne. Mi a véleményed erről? Őszintén? Igen. Az erőszakot azt nem kedvelem annyira, legalábbis az ilyenfajta műfajokban, mint a rajzfilmek. Valahogy mindig az motoszkál a fejemben ilyenkor, hogy ezt azért mégiscsak gyerekek nézik alapvetően. Tehát én azt gondolom, hogy még egy felnőtt el tudja dönteni, hogy amit lát, az nem a valóság, hanem egy fikció. Ezért, hogyha egy felnőtt horrorfilmet néz mondjuk, vagy háborús filmet, akkor azt gondolom, hogy az talán kevésbé veszélyes az ő lelkére nézve, mintha egy gyerek néz hasonlóan erőszakos mozikat. Tehát ilyen értelemben gyermekeknek szánt műfajokban kevésbé fogadom el az erőszakot. Azt is tudom, hogy a japán kultúra egy szerves része, és
egy kicsit ez is zavart, hogy, hogy hozzánk bekerülve, ahol a mi kultúránknak, a mi gyermekkori kultúránknak nem része annyira a harc, a küzdelem, a becsület, a lovagiasság és ezek a pózok, amik Japánban szerves részei a gyerekekkel való nevelést, vagy a gyerekek nevelésének is. De hát ezen mi nem tudunk változtatni, tehát ha megveszi egy tévécsatorna és leadja, akkor meg lehet róla a véleményem, eldönthetem, hogy akarok-e ilyenekben szerepelni, vagy nem. Nyilván anyagi okai is vannak, hogy az ember ilyeneket elvállal, hogyha nem ért vele teljesen egyet. Ismerek olyan színészt, aki kategorikusan nemet mond az ilyenekre. Engem annyira nem zavart a Dragon Ballban levő erőszakosság, igyekeztem ezt egy műalkotásként felfogni, és bizonyos értelemben kíváncsi is voltam rá. Én akkor csöppentem szerintem először ilyen animébe hosszasan, előtte is csináltam már anime szinkronokat, de ilyen hosszan, hogy így ennyire belelássak egy sorozatba, még nem volt alkalmam. És úgy próbáltam megfejteni ennek a népszerűségét, hiszen azt érzékeltem én is, hogy a világon mennyire népszerűek ezek a műfajok, és hogy akkor valami biztos van mögötte, amit meg lehet fejteni. Úgyhogy, de azt hiszem, hogy ez meg kellett volna nézni kívülről az egészet, és nem csak így a szinkronnal lehetőséget kapott kis szegmenseket látni, szóval akkor állt volna jobban össze. És a médiabotrányról értesültetek? Hát persze. Homályosak már az emlékeim, de emlékszem, hogy ugye levették, műsorra tűzték, levették, tiltakozott talán a ORTT, ha jól emlékszem, hogy káros hatással van a fiatalokra, aztán egy másik adó mégis leadta, büntetést fizetett. Minket az olyan értelemben érintett, hogy akkor már be volt harangozva, hogy majd folytatjuk, és hogy lesz szinkron, és aztán már talán el is kezdtük szinkronizálni, és akkor döntöttek úgy, hogy mégsem kerül adásba, és akkor véget ért a szinkron, aztán egy másik stúdióban elkezdődött, talán lehet, hogy ez már nem emlékszem jól, vagy ugyanabban a stúdióban, de mégiscsak befejeztük. Szóval ilyen, erre emlékszem, hogy volt egy ilyen herce-urca vele kapcsolatban, hogy most akkor kell-e vagy nem a szinkron, hiszen lehet, hogy adásba se kerül. Egyetértettél a döntéssel? Már melyik részével? Ez a betiltás. Nem, ezzel alapvetően nem értek egyet semmi ilyesmivel. Tehát én azt gondolom, hogy ez mindig a szülő felelőssége, hogy mit enged a gyerekének nézni. Tehát ezt én egy olyan világban szeretnék élni, ahol amit az emberi szellem teremt, alkot, gondol, mindennek megvan a csatornája, és mindenki eldönti, hogy ő melyik csatornát. Most a csatornát képletesen értem, nem feltétlenül tévé csatornára gondolok, de itt jelen esetben ugye erről is szó lehet. És igenis bízzuk az emberekre, legyenek felnőttek, hogy kinek mire van szükség. Nem ettől fog a világ megjavulni és elromlani. Én ebben hiszek. Szóval, illetve óckodom azoktól az emberektől, akik mindig jobban tudják, hogy neked mi való, és mitől válsz te jobb emberré, és mi az, ami téged negatívan befolyásol. Ezek szerintem kényesebb kérdések ennél. És egy ekkora szerep milyen kötöttségekkel jár? Hát a szakma íratlan szabályai szerint rá kell érni a hét bizonyos napjain, de hát ezt előre egyeztetik velünk a gyártásvezetők, tehát azért ez nem azt jelenti, hogy amikor ő azt mondta, hogy most kell mennem dolgozni, akkor mentem, hanem felhívnak és megbeszéljük. Olyanra nem emlékszem, hogy például nyáron ment volna, hogy mondjuk emiatt nem tudtam volna elmenni nyaralni, vagy bármi ilyesmi, de hát amikor vettük, akkor bizony hetente nekem ebben számolnom kellett, hogy ott van legalább 2-3 óra melóm. Úgyhogy tulajdonképpen ennyi. Ezeket én szerencsére elég jól meg tudom oldani mindig, hogy ráérjek, szóval. És milyen volt a magyar szöveg? Nem emlékszem kirívó butaságokra benne, tehát arra nem emlékszem, hogy folyamatosan át kellett volna írni a szöveget, hogy mert mondjuk nyelvhelyességi problémák lettek volna benne. Szinkron technikailag szerintem vegyes volt, általában az ilyen hosszú sorozatokat több dramaturg is fordítja. Voltak pontatlanabb szövegek, igen. Azért volt különösen bosszantó, mert mondjuk nyilván ezen a hangon hibázni a szöveg miatt kellemetlenebb volt, mint egy normál hangon még egyszer megcsinálni, pusztán azért, mert a szövegíró pontatlan volt.
Hozzáteszem, hogy ezt sok esetben próba nélkül vettük föl, főleg az ilyen hörgéseket, meg küzdelmeket, tehát benne volt a pakliban, hogy amit csinálok, azt meg kell újra csinálni, úgyhogy... De semmi kirívó rosszra nem emlékszem így szöveg szempontjából. És könnyebb volt franciáról szinkronizálni, mint később japánról? Hát... szinkron technikailag talán egy picit igen, azért az francia mégiscsak egy európai nyelv, tehát a hangsúlyozása, a mondat szerkezete az jobban hasonlít a magyarra, mint a japán. Nyilván a japánnál jobban függetleníteni kell magad attól, amit hallasz. De alapvetően ez nekem nem szokott gondot okozni. Igyekszem magam eleve függetleníteni attól, amit a fülemben hallok. Az csak egy mankó, hogy hallom, hogy most kezdte el, meg most fejezi be, de hogy közben mit hablatyol, vagy milyen hangsúlyjal, azt igyekszem kizárni tulajdonképpen. Biztos, hogy tudat alatt valamilyen módon hat, egy kicsit zavaró lehet. Nem is a Dragon Ball kapcsán, csináltunk egyszer egy karatés filmet, az nagyon megmaradt az emlékemben, mandarin dialektusban beszéltek a filmben eredetileg. Minden mondatot úgy fejeztek be, hogy felfelé hajlítva, minthogyha vinnyognának. Kicsit megpróbálom utánozni, tehát körülbelül így hangzott az eredeti, a filmnek az eredeti dialógia, hogy én szerint minden, és az arcjátékok is ugye ennek megfelelő volt, na azt nagyon nehéz volt magyarra fordítani, ugye a miénk egy ereszkedő hanglejtésű nyelv, az ott vért izzadtunk, mind a szöveggel, a rendező is, meg a színészek is, akik benne voltak, hogy ne hangozzék komikusan, tehát most gondolj bele, hogy az a mondatod, hogy jól van, induljunk el, mert jön az ellenség, és mikor azt látod, hogy azt úgy fejezik be, hogy akkor mit mondasz, azt mondod, hogy jön az ellenség, szóval ez így elég hülye hangzik, úgyhogy próbáltuk átírni a szöveget, hogy magánhangzóra végződjék a mondat, vagy kevésbé komikusan lesz, szóval nagyon nehéz volt. Ott az nehéz volt, de a Dragon Ballban ilyen nem volt. És mi volt a reakciód, amikor megkeresett a gyártás vezető, hogy vannak még részek? Hát már ez az Z, ugye? Tehát az új... Ez vagy... a GTA Pannoniában. Hát egyrészt meglepődtem, hogy annyi év után folytatódik, másrészt... akkoriban én már azt a fajta... életmódot, munka stílust gyakoroltam, amit most is, manapság is, hogy sorozatokat nem nagyon vállaltam. És ennek számtalan oka van, ha gondolod, majd kitérünk rá, de itt most végül is nem ez az érdekes. Igazából azt kellett mérlegelnem, hogy belefér-e az életembe megint egy olyan, hogy én egy hétre, egy bizonyos napjára mindig lekötöm magam egy stúdióhoz. De aztán, ha jól emlékszem, ígéretet kaptunk arra, hogy ez nem fog olyan sokáig tartani, tehát nem lesz, nem több évről van szó, és akkor belevágtunk és megcsináltuk. Kicsit nosztalgikus is volt így jó pár év után újra ezzel foglalkozni. És nehéz volt visszatérni a hanghoz? Nem, az elég könnyen jött, az szerintem úgy részemmé vált, úgyhogy azt így szerintem álmomból felébresztenének, akkor is tudnám. Van még egy széria a sorozatból. A Dragon Ball Z-nek csináltak egy rövidített változatot. Ha a későbbiekben ezt megveszi mondjuk az AXN, akkor lehet arra számítani, hogy újra te hangodon szólaljon meg? Hát, ahogy szokták mondani, ilyenkor már egy bizonyos eltelt idő után már a szakmai íratlan szabályai szerint egy kicsit úgy az ember kötelességének is érzi, hogy akkor csinálja meg, hogyha ereje és ideje engedi. Tehát nem hiszem, hogy bármiféle gátlásom lenne abból fakadóan, hogy én mondjuk így ezt már magam mögött tudom, és nem akarok ilyesmit csinálni. Persze, tehát biztos, hogy elvállalnám, ha csak nem teremtenek olyan körülményeket, amit nem szívesen vállal az ember, hogyha egy munkáról van szó, és most persze az anyagiakra gondolok. Én úgy érzem, hogy ilyenkor már tartozol annyival a figurának, meg a rajongóknak, különösen a rajongóknak, hogy akkor mondjuk veled fejeződjék be az a sorozat. Úgyhogy igen.
A második rész révén részesévé vált a fűrész filmeknek, ami sokszor gyomorforgató és undorító. Igen. És a te szereplőd ugye a kemencében a tűz martaléka lett. Emlékszem, igen. Milyen volt részese lenni egy ekkora, ilyen nagy sikerű horror sorozatnak? Hát... előre bocsátom, hogy horror rajongó vagyok, ez némileg ellentmond talán annak, amit az előbb az erőszakról mondtam, de végül is talán nem, mert mint említettem, egy felnőtt azért talán el tudja dönteni, hogy mikor foglalkozik egy kis erőszakkal és mikor nem. Hogy mi izgat a horrorban, azt még így magamat nem elemeztem emiatt, de nyilván, mint minden ember, én is szeretek félni, miközben tudom, hogy nem kell félnem, tehát ez egyfajta inger, amit az ember elfajzott, elkorcsosult, kényelmes korunkban egy kicsit a ösztönvilágot, meg a régi őseinknek a régi félelmeit újra átélhetjük, hiszen ez nekik akkor a mindennapi életről szólt, meg a életben maradásról szólt, mi megülünk a tévé előtt, és egy kicsit retteghetünk, ugyanúgy, mint ő. De visszatérve a kérdésre, akkor, amikor elkezdtük ezt szinkronizálni, akkor már tudtam, hogy a főrész az egy kultikus sorozat lesz majd, hiszen az első része is már óriási siker volt, és kicsit nem láttam a főrész egyet sem előtte, és kicsit kíváncsi is voltam, hogy tényleg annyira trükköse, és hát elég sokkoló volt. Tehát tényleg azt gondolom, hogy így az emberi kegyetlenségnek a legteljesebb kreativitása nyilvánul meg abban a sorozat, abban a fűrészfilmekben. Tehát igen, beteg elmére valaki ezt végig agyalta. Én egy ilyen, tehát a fogyasztóként befogadom, és akár még, hát rajongani az túlzás, de akár még egy jó munkának is tartatok egy ilyen filmet megnézni, vagy tartok, hogy egy ilyen filmet jó megnézni, de mondjuk így megcsinálni, az biztos, hogy nem izgatna, illetve azt gondolnám, hogy ez nekem idegen. Ez is egy furcsa kettősség, hogy miért gondolom ezt. Talán alkotni egy kicsit úgy érezném, hogy olyan öncélú, és nem tudom, lehet, hogy ez egy ellentmondás, ezen még így nem gondolkodtam. Azért örültem, hogy benne voltam, mert láttam közelről, és utána volt lehetőségem megnézni egy pár fűrészt, most meg ne kérdezz, hogy hanyadikakat, és ugyanez maradt a véleményem, bár ugye a rajongók szerint folyamatosan sekélyesedtek ezek a filmek, de azért elég hátborzongató dolgok történtek benne. És hát arról meg, hogy mennyire kegyetlen és mennyire rossz hatású egy ilyen film, hát szerintem az élet az ennél sokkal durvábbakat is produkál. Nem hiszem, hogy kegyetlenebb, mint bármelyik híradó. Igen, a vége felé már nagyon öncélú lett, hogy már mintha direkt arra mentek igen, volna. Igen, hogy még sokkolóbb legyen is. Furcsa az emberi elme, mert sokan mondják azt, hogy ha valami zseniális és elképesztően intelligens megoldás, de negatív célokat szolgál, akkor az nem emberi, az ördögi. Én meg ilyenkor mindig azt kérdezem, hogy de miért? Tehát természetesen én magam humánus embernek tartom magam, és soha nem tennék ilyet embertársaimmal, de lássuk be, hogy egy tökéletes gyilkosság megtervezése és kivitelezése az semmivel nem kevésbé hogy is fogalmazzak, kisebb szellemi kihívás, mint mondjuk egy tökéletes színi előadás megalkotása, vagy most nem tudom, mit mondjak, példaként nem biztos, hogy a színi előadás a jó kifejezés. Szóval ezt meg kell tervezni, ezt ki kell, megfelelően kell kivitelezni, és hogyha valami nagyon ötletes és jól van megcsinálva, akkor én arra azt tudom mondani, hogy hát az is a mi szörnyű emberi elménknek a terméke, amit szerencsére, hogy csak filmen kell végignéznem. És ha erről egy újságban olvasok, hogy XY ezt tette egy embertársával, akkor azon nem szórakozom. Legyen az bármilyen kegyetlen és bármilyen tökéletes, senki vitelezett dolog, de a fikcióban elfogadom. Abban, hogy ebben ezeknek a fikcióknak mennyire van szerepe az életben
az életben elkövetett bűnesetekhez, hát én azt gondolom, hogy nem a film inspirálja az életet, hanem fordítva, az élet inspirálja a filmeket. Szóval, úgyhogy ilyen fajta felelősséget sem látok, hogy mondjuk a fűrészgyilkosságok kapcsán. Nyilván, ha valaki lemásolja a fűrészgyilkosságait, akkor azt lehet mondani, hogy ő abból jött, de meg lennék lepve, hogyha mondjuk a fűrész forgatókönyve nem ilyen FBI akták kimazsolázott papírjairól lett volna ezek az ötletek. Tehát, hogy már az életben nem követték volna el ezeket a gyilkosságokat korábban, még ha nem is egy személy, hanem mondjuk több. Külön-külön. Igen, hogyha valaki lemásolja, akkor hajlamos is ezt megtenni, és magától is kitalálni. Lehet, hogy magától találnak ki valami mást, így van. Vagy, szóval én is azt gondolom, hogy aki ilyet tesz, az nyilván nem komplett, és valószínűleg film nélkül sem lenne az. Szóval, úgyhogy, hát nem tudom. Ez messzire vezetne ez a történet, de nem hiszek abban a fajta megközelítésben, hogy ha valamiről nem veszünk tudomást, és nem nézzük, és betiltjuk, és nem adunk rá pénzt, és nem engedjük, hogy ilyen műfajú filmek készüljenek, vagy egész egyszerűen csak nem nézzük, tudomást sem veszünk róla, akkor azzal az emberi gonoszság, mint olyan ki van lőve a világból. Ez nem így működik, szóval... Arról nem, bocsánat, még egy mondat ezzel, és hát ugye rengeteg pszichológiai tanulmány bizonyítja, hogy bizonyos embereknek meg kimondottan segít ez a fajta agresszió átélés és agresszió kiélési forma, hogy a hétköznapi életben ne váljon agresszívvá, akár még annyira sem, hogy az autós társát lekiabálja a körúton. A modern ember az egy félelem nélküli világban él, most ha a betegségeket nem számítjuk ide, meg a háborútól való félelmet, de azt gondolom, hogy főleg a mi nyugati fejlett világunkban, mert azért erről egy afrikait is meg lehetne kérdezni. Szóval azt gondolom, hogy egyszerűen szükségünk van ilyenekre sok esetben, hogy azokat az ősi, minket emberré tevő dolgokat újra meg újra átéljük, mert különben meg aztán végképp ez a fajta veszélyérzetünk teljesen kihuny, és az nem biztos, hogy jó. Szóval azzal együtt, hogy én azért a hétköznapi életben igyekszem úgy élni, hogy ott is legyen egy kis veszély és kihívás, ne csak a képernyő előtt találkozzak ezzel. Az ISZB-n láttam, hogy a Péntek 13 filmekben is szinkronizáltál, majdnem az összesben, de mindegyikben más karaktert. A Jason filmek neked mennyire tetszenek? Hát az a koruk miatt már annyira nem. Nekem egy kicsit azok már olyan avittak. Tehát így nyilván, ugye azt hiszem 70-es években kezdődött ez a sorozat. 80-as. Igen, 70-es, 80-as évek. Hát ennyire nem vagyok horror rajongó, hogy mint klasszikus tudjak rájuk nézni. Engem már egy picit távolságtartóbban figyeltem ezeket a régi klasszikus, vagy a texasi láncfűrészes, meg a nem tudom én, szóval, hogy ezek nekem már olyan kicsit mosolygósabbak voltak. Amikor én elkezdtem horrorfilmeket nézni, akkor már a Sikoly volt terítéken, meg a hát sokkal profibban vágott, meg hát egyáltalán modernebb alkotás, úgyhogy emiatt nem. Nem azt mondom, hogy nem lehet azoktól úgy félni, de nyilván ebben is a hollywoodi gépezet az folyamatosan egyre tökéletesebb és tökéletesebb parás dolgokat tesz elénk. Bár vannak alkotások, persze most mondjuk Hitchcockról ne beszéljünk, mert nyilván ahogy ő keltett félelmet, az még mai napig is, de az már inkább művészfilm, mint horror kategória szerintem, ahogy ő dolgozott. Mondjuk ha valaki megnézi ma Pszichót, az felveszi bármelyik most készült horrorfilmmel a versenyt ebben a tekintetben. De a Pszichót az remake játék, és az már nem olyan jó, mint amit szerintem így van. Így van. Hát tehát azért is gondolom, hogy a texasi, vagy a Péntek 13 szerintem maga korában sem tartozott olyan nagyon tökéletes alkotássá, vagy alkotásnak szerintem. És mi az oka annak, hogy már hosszú sorozatokban nem vállal a szerepet? Hát ennek több is, de leginkább az, hogy egy olyan jó pár évvel ezelőtt úgy alakult a pályafutásom, ha lehet ilyet mondani, hogy jobban megéri ráérnem. És a sorozatok
hangnak a diszponálása az ugye úgy történik, hogy az adott gyártásvezető felhív sokszor egy héttel korábban, hogy akkor jövő héten, szerdán, csütörtökön és pénteken vesszük a sorozatot. Írd be a naptáradba, hogy azon a három napon, majd valamelyik napon ezek közül, vagy akár mind a hármon forgatni fogsz. És nekem meg sok olyan munkám van, ami elég váratlanul és gyorsan érkezik a felkérés rá, viszont anyagilag jobban megéri azokat megcsinálnom. És akkor ilyenkor régebben űztem ezt a kettős életet, hogy megbeszéltem a stábbal, hogy akkor este visszajövök, engedjetek el, és nagyon jó fejek voltak a szakmánkban tényleg. Mindenki pénzből él, és mindenki tudja, hogy egy óra alatt, ha egy óra alatt kereshetsz annyit, amennyit az adott szinkron munkával egy hét alatt sem, akkor elengednek, mert ők is tudják, hogy nagyobb a tétje ennek. De én éreztem ezt egy idő után etikátlannak, hiszen velük is kiszúrtam akkor nem csak magammal, hogy vissza kellett menni este, hanem a stábbal is, hogy nem a munkaidőben veszik fel, hanem utána. Úgyhogy úgy éreztem, hogy ezt meg kell tennem, ezt a lépést, hogy akkor nem vállalok ilyeneket, mert beláthatatlan. Tehát nem tudom azt mondani egy gyártásvezetőnek sem, hogy én jövő hét szerdán, csütörtökön, pénteken biztosan rá fogok érni, és nem akarok majd elmenni a forgatás kellős közepén. Úgyhogy tulajdonképpen emiatt alakult így. Ennek lett is következménye, mert sok rendezőnek így már nem jutok úgy eszébe, hogyha nem lát minden héten, vagy minden nap, vagy nem vagyok a sorozatában benne, és egyedi filmekre is kevesebb felkérést kapok, de azért még akad, és nem panaszkodom. Illetve hát azért rövidebb sorozatokat vállalok, tehát amiknek nem ilyen 160 részes vagy több évados története van, hanem amikor lehet tudni, hogy mondjuk egy hónap alatt felvesszük az összes epizódot, és mondjuk egy héten csak egyszer kell mennem, akkor azért azok még vannak. Úgyhogy tulajdonképpen csak a hosszú sorozatokat igyekszem elkerülni.